élő emberek, akik a falu hírnevet, rangot szereztek, egy szóval emelték a település ünnepét. Emlékoszlopot állítottak elődeink a két világháborúban elesett udvariaknak, emléktábla hirdeti a református templom falán az 1848-49-es forradalomban elhunyt udvariak nevét. A községháza oldalán fehér márványtáblával tiszteljük meg nagyirom a magyar romantika atyát, Jókai Mór, aki valamikor a mi falunkat is megállta. A parkban két kutyafa áll. Az egyik a falu nagy hívójának, Néhai Beke Győrnek állítatott. A másik pedig a ma Pünkösi Gergelynek, aki elsőnek mondta ki a jobbágy felszabadítását, alsó hájócikken, és aki mellesleg Beke Győr félmenőt közé tartott. Ma, május 28-án azokra az ártatlan emberekre emlékezünk, akiket 1944. május 3-án itt, Huzonban, a községháza udvarára tereltek, majd a teherautóra rakva bevitték a Sepsiszentgyörgyi Gazdasági Iskolába, a Csiki utca parkban. A zsidók kapcsolata ezzel a külvilággal megszűnt. Látogatási kínoszult, a gyűjtőhelyet a csendőrség és a katonaság őrizte. A gyűjtőhelyén nem volt víz, csak a legelemi egészségügyi feltételét sem létezte. Az immunizált rendőri kísérette a piac téren levő egyetlen kutból számítottak. A betegek kezelését a gyűjtőhelyre került dr. Friedman Sándor, dr. Pollár Béla, dr. Adler Miklós orvosok látták el. A Sepsiszentgyörgyi gyűjtőhelyről az állomásra kísérték, ahonnan lezárt magukatonokba Szászlégenbe szállították a zsidókat. 70 személy csúfoltak egy-egy vagonba. Az út Szászlégenig 24 órát tartott, 1944. június 1-én elindultak a halálvonatok Auschwitz, Dachau, Kaufering, Ala, Türkheim lágerei felé. Amint azt a márványtábla is hirdeti, Huzonból 20-an estek áldozataivá a hitlerizmus barbarságai. Azt, hogy 80 mégis túlélték a pokoltuklán, talán úgy magyaráznám, hogy nem hódoltak be könnyen a halál szüntelen kísértésében, hogy a halál árnyékában élve is megőrizték emberi mi voltukat, nem hazudtolták meg ősei tanítással. Számukra a rabság gyászos körülményei között is az emberi élet volt a legnagyobb kincs, és ezért küzdöttek emberfeletti erővel.